Na sziasztok, az elsődleges főpróba, az olajcsere az most félbe maradt. Nem találtam olyan kulcsot hozzá, amivel lebírom lazítani. Úgyhogy most megnézzük, hogy vettem most egy ilyen ütve csavarozót, 220-asat. Itt a vezeték hozzá, 19-es kulcs, és most megnézzük, hogy lejön neki a kerekek. Innen. Ez lesz most a tárgya. Hát lehet, hogy ez ma egy ilyen nap lesz, hogy semmi se fog sikerülni, de hát majd meglátjuk, egy próbát megér. Ide fölrakom, talán a levél nem fog betakarni, és akkor még talán látni is fog valamit, látszódni fog ebből talán valami. A kis fától. Na nézzük, mit tud ez a igen, a 19-es fejre ki akartam cserélni. Jó, hát ahhoz hozzáteszem, hogy én megszoktam ezeket tépni rendesen. Úgyhogy most jön elő az, hogy le kéne engednem. És akkor csak meg kell lazítani. Na tehát ez a gép nem tudja leszedni, hogyha King Tonyval meg van húzva. Rendesen. Akkor jön a hagyományos módszer. Kiveszem a rendelő alul a cuccokat, leengedem. Az olfi cseréhez készültem. Úgy kiveszem akkor a kereket is. Most fog következni a jobb első. És akkor ugye marad a hagyományos veszedés. Azért szerintem ez jobban meg volt húzva, mint a gyári, de megnézzük, hogy lebírja-e szedni a kis készlet, amit úgy már nagyon bereklámoztunk, hogy milyen jó. Az most kiderül.
nézzük a hosszú dugóval. Az 9-essel. Azért látjátok, az erőkar az ég és föld. Azért az a 20 centi sokat számít. Ezt lazítottam most meg. Aha. Itt kezdődnek a bajok. Így. Azért, hát ha nagyon muszáj, azért még egy ilyen erősen megtépet, látjátok, itt körbe van mindegyik a gép, nem bírta leszedni. Egy erősen megtépettet is azért a lábbal le lehet szedni. Tehát akkor itt a kis készlet megállta a helyét. Na most, hogy így lazítottunk rajta, megnézzük a gépet, hogy mit tud. Uh-huh. Jó, így már le fogja szedni. Hát, mondjuk könnyebb, mint körbe tekergetni, de mindenféleképpen kell hozzá egy kulcs. Igen, azért csodákat nem kell várni ezektől a masináktól, de megkönnyíti, mint hogy kézzel körbe tekergesd. Ezért szoktam mondani mindig, hogy nem tudom, megy-e még a kamera, valószínűleg megy, hogy csodákat nem kell várni az ilyen olcsó dolgoktól. De ha már egy-két dolgot meg tudsz vele oldani, akkor már jól jártál vele. Na szóval, akkor most újra fölmegy a kerék, levegőbe. Még a nagy emelő is süllyed, úgyhogy még abból is baj lehet. Nem, kiesni nem fog, mert azért tartja. Majd meglátjuk, lekapjuk a kereket. Egyszer. És azért itt a kamerában megmutatom, hogy ezek azért be voltak zsírozva, csak azért meg voltak tépve is. Nem szeretem, hogyha föllazul. Most van, aki nyomaték kulcsozik, meg minden. Hát én nem mindig szoktam. Úgyhogy most ez lesz. Jobb belső kerék le. Jobb első föl. És most még mindjárt hozom hozzá tükröt. Na már meg voltam rémülve, hogy ezt is lent hagytam 250 méterre. Ez egy ilyen rész, nem spré, hanem paszta. Láthatjátok. És ezzel én bekenem a
felninél, hogy ne rozsdásodjon rá, mikor le kell szedni. Ez ennyi, a következő majd a anyák lesznek, vagy a csavarok. Itt nem tudom mennyire látszódik ezeket a részeket, ezeket, meg ezt a belső gyűrűt, ezt szokott rározsdásodni, rárohadni. Úgyhogy ez most megy föl. Forgási lehet, hátra van. Ez így kell. Ezért megírtuk múltkor. Akkor fel lett rá téve. Akkor hát végülis le lehetne pucolni is, most nem pucolgatom le. Csak teszek rá egy kis zsírt, mert ugye végig a menetem egy zsíros volt. És akkor egyet elkaphatok vele kézzel, vagy akár kulcsal, mindegy. És még bele is fér az alufelmibe is, amit egy elkapta. Így. Következő zsírzás. Ugye ezt a gumis műhelyeknél nem nagyon szeretik, hogy így baszogassák, tisztelet a kivételnek, meg lepucolgassák, meg gyorsan-gyorsan. Ezért jó, hogyha saját dolgok vannak, és saját magad meg tudod csinálni, mert nem fogsz vele szívni. És most gondoljátok el, hogy az ütvecsavarozó gép nem tudta leszedni. Láttátok, hát én azért 85 kiló vagyok, 85 kilóval azért rá kellett taposni, hogy kijöjjön. Közben azt nézem, hogy lehet, hogy dörög az ég, mindjárt elkap a zuhi, szerintem. Viszont megnézem már a féket, ha már le van szedve a kerék. Mert már volt mostanában csikorgott, és nem mindig. Ez lehet kavics is, mert jártunk ilyen kavicsos, dzsuvás úton, meg eső volt, meg minden. De azért kíváncsi vagyok rá. Egy betét van rajta. Ugye megnézem lámpával belül is. Jó, úgyhogy a csillaggarázsba szerelésnek ez az átka, hogy kipakolsz. És rittig akkor fog jönni szélvihar, eső, zápor, minden szírszak. Még majdnem egy centi kerodol van rajta. Hát mindegy, az lesz majd egy következő feladat, hogy ennek is szétszedem a fékét, mint édesanyáménak, és akkor megjáratom majd a munkahengereket, úgy látom jár mind a kettő, de az nem árt. Megvan járatva, úgyhogy visszatérünk a kerékcseréhez. Eddig több volt a duma, mint a halagás. És amiket már bezsíroztam, azokat is rakom vissza.
Igen, látjátok, itt az emelő már kezd elbillenni, ugye ez egy 3 tonnás vagy 5 tonnás emelő, franc se tudja. 3 tonnát biztos megemelt, mert konténereket emeltem vele. Már ez is kezd billenni. Ilyenkor mindig úgy kell lenni, hogyha valami van, inkább essen le a földre, a lábad ne legyen alatta. És odafigyelni, mert egy pillanat alatt megvan a baj. Így. Ugye hát kérdezhetitek, hogy itt a gép, miért nem a géppel húzom? Azért nem a géppel húzom, mert eddig nem volt gépem, ezt most szerváltam. És ez már ilyen megszokott mozdulatsor, hogy így van sorba. Sok évek alatt, évtizedek alatt most már. És nehéz átszokni a jóra is. A szarra még nehezebb utána, de a jóra is kell egy kis idő, mire átszokik az ember. Hát tehát zárszónak annyit mondanék, hogy tehát a kis készlettel is le lehetett szedni a kereket, nem kellett hozzá kintoni. Ugye a kintonihoz ez a nagy készlet, meg az imbusz, a torc fejes készlet, ez több mint 100 000 forint most már. És ha meg lehet úszni egy 30 ezeres dologgal, akkor az ideig, óráig mentesíti a dolgokat. Bár azért azt hozzáteszem, hogy amikor komolyabb dolgokról van szó, recseg ropog a kintoni is, amikor keményebb dologhoz nyúlok. Tehát, és már volt, hogy az is eltört. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy ezek a kis olcsó készletek, ezek ingyen tudnak. Na viszont megnézzük, akkor ha meglazít, vagy nem lazította meg, talán túlhúzni se tudja. Az egyik, ez a másik. Ez igazából ennyit tud. Igen, le lehetne pucolgatni ezt a felnit. Most még nem tettem meg, majd úgyis jön egy mosás, de most még jönnek ezek a dzsuva idők. Úgyhogy szerintem most ugyanúgy retkes sáros lesz, de majd le lesz pucolva, le lesz mosva. Első körben ez megvan, leengedem, meghúzom. Kiveszem a fákat. Ami ugye az olajcseréhez kellett volna. Leengedem. Halljátok, dörög az ég, úgyhogy most megpróbálok mindent úgy megcsinálni, hogy mire ide ér az eső, addigra ez kész is legyen. És a szerszámok nem maradjanak kint az esőbe. Na hát akkor nézzük a meghúzást. Ezzel. Azért meghúzta a gép. Ez még lehet egy kicsit. Ennyi. És akkor én rászoktam húzni a kintonival. Most megnézzük, hogy azzal mennyit tudok még. Egész jó. Egész jó. Jó, na tehát így szoktam meghúzni, ezért nem bírta a gép leszedni. Igen, mondhatjátok, hogy nem kell nagyon megtépni, de én azért szeretem, hogyha a kerék nem lazul le, és nekem még most nincsen nyomaték kulcsom, viszont így még sose hagytam el a kerekemet. Na tehát, akkor még a bal elsőt kell leszednem. Mindjárt meg is nézzük, ha már itt van, hogy mit csinál. Azzal a túloldal. Ládát mindjárt eltaposom teljesen.
És lehet, hogy ennyit tesz, hogy keréknek rajta van a súly. Nem tudom, hogy hogy állítsam, hogy látszódjon is. Talán így. Mert most meg megindult az egyik. És egy formán voltak meghúzva. Na szóval látjátok, nem a gép a gyenge, hanem ennyit számít, hogy a súly terhelés rajta van a keréken, ekkorát számít a lazításnál. Úgyhogy most átveszünk a másik oldalt, az emelőt. Robot. Átvisszük a kenőcsöt, kis kulcsot, hozom a kereket. Na, ez melyik? Ez jobb hátsó. Akkor még egy menet, és akkor már kiveszem mindent. Na te ki vagy? A bal hátsó. Persze. És akkor ő a haverunk, a bal első. Na. Ez akkor megvan. Akkor leszedjük. Ugye már előbb meglazítottam. És nem kellett a kulcs hozzá, nem dolgoztam itt előre. A súly rajta volt. És a súllyal már a gép is megjárta. Lazítani. Na, ezért nem akartam egyébként levegőset, mert mire a kompresszort felhozom, mire a kompresszort feltölti a levegővel, és mondjuk egyet-kettőt húz rajta, és lehet, hogy már nem is bírja meglazítani. És akkor csak beereg itt össze-vissza a kompresszor. Úgyhogy ez most ennyi. Ugye a vasnál is ezeket meg kéne csiszolni, a alumíniumnál is, meg minden. De mivel én ezt a részeket itt, meg itt körbe zsírozom, meg itt is, meg a csavarokat is, ezért kicsi az esélye, hogy ne lehessen leszedni később. Na. Hoppá! Az ajtót a vihar mindjárt leszakítja. Ezt vissza. Na, most akkor újra megmutatom, amit az előbb csináltam, nem biztos, hogy akkor látszott, hát ha most jobban látszódik, hogy itt, ahol az alumínium és a vas érintkezik, akik nem olyan jó haverok, az
ujjacskámmal körbekenem. Ugye ezt kesztyűben nem nagyon tudjátok csinálni, bár van, aki ügyeskedik vele. Én nem foglalkozok vele, hogy a ujjam olyan lesz, hát most egy ilyen pasztától nem lesz semmi bajom. Ugye annak idején megint van egy ilyen mondás, amit a Guszti bácsi, az oktató mondott, amikor festőként glettet kevertünk meg ezt a tamaszt, és mindenki így, hát legalábbis sokan így finnyáskodtak, és akkor azt mondta nekik, hogy van meg, miért nem mentél nőgyógyásznak, és akkor lenyalogathatnál az ujjadat, vagy cukrásznak. Akkor rossz szakmát választottál. Hát szerintem ez a szerelés is ilyen, hogy állandóan minden csak kesztyűbe. Én értem, hogy minden most már steril, meg szép, meg akármi, de hát régen is lehetett egy műhelybe tisztán dolgozni, megcsináltad a zsírozásos dolgokat, és utána fogtad, és kezet mostál. Vagy egy rongyba megtörölted, és már mehetek tovább a buli. Na. Nézzünk akkor egy csavart. Ez a hosszú dugókulcs az ezért jó, mert ilyen helyekre is beír, és mint láttátok, hogy a alufelnibe is belefér, mert ugye az is szokott egy probléma lenni, legalábbis ebbe a Renault-ba belefér, hogy egy csomó dugókulcs nem fér bele a alufelninek a járatába. Ami meg vékonyabb dugókulcs, az meg általában eltörik. Ilyen bulik szoktak lenni vele. Hát azért próbálkoztam én mindenbe egyszerű dolgokat beszerválni, mert nem akarok ezekkel annyit bajlódni. Megint egyet megtekertem. Ugye ezt azért is jó nagyjából betekerni, mert elvileg a többit akkor helyére teszi, és akkor nem kell vele bajlódni. Hát persze, hát, akik műhelyben dolgoznak, azoknak van már rutin, sokkal gyorsabban megy. Én meg még dumálok is mellé össze-vissza. És így, hogy ne hibázzak, ne szipogjak, ne lihegjek, amikor emelgetni kell annyira. Így el is felejtem, hogy hát itt a gép, és azzal is meg lehet húzni majd a végén. Ebből nem olyan sok egyébként a réz. Ez inkább olyan, mint a gyerekszar. De hát mindegy. Részpasztának árulták. Hozzá nagy neves csomagolásba. Mindig szídok mindenkit, meg fikázok. De gyerekek, amikor 1000 forintokat elkérnek 50 gram ilyen gyerekszarért. Nem tudom, hogy ti hogy vettok vele, tehát én azért, mivel építőiparban rengeteg anyagot mi kevertünk magunk, tudom, hogy iparilag mennyiből tart egy ilyet előállítani. Ha van 100 forint a költsége, akkor sokat mondok. Cakli-pakli mindenekkel, szállítással, raktározással, legyártással, és akkor már mindenki keresett, agyon degeszte kereste magától. De hát amíg van valami marha, aki megveszi, mert ugye én is úgy voltam, csak azt az egy dolgot, azt a féket hagyd csináljam meg vele, és le van tojva már, akkor jó, és úgyis marad még ilyenekre, hogy alufelni meg ez az amaz. Így lett belőle, hogy megvettem. Na mindjárt szarrázok. Nem is az a baj, hanem az összes szerszám itt van. Thank you.
megnézzük, hogyha leeresszük, hogy mit kell rajta még húzni. Hát nem sokat. Jó, pintaniba nem is tépem rá jobban, mert előbb láttátok, nem sokat ment rajta 1-1 mm, tehát azért fölösleges megtépni. Úgyhogy most jönnek a hátsó kereket. Én még azt szoktam csinálni, hogy 1-2 kilométer után egy kerékkulccsal vagy egy ilyen provával körbeszaladom, és akkor meghúzgálom. Viszont most megállítom egy pillanatra a videót, és elpakolok vissza a kocsiba, mert itt vannak szanaszét a dolgaim, és halljátok, hogy dörög ez az ég, úgyhogy mindjárt szakadni fog az eső. Na akkor hajrá! Már elpakoltuk, onnan édesanyám segített, úgyhogy gyorsan ezt még hátra kell vinnem az emelőt, megemelni. Hajrába! Csinálni.